Varjú László, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük azzal, nem a szegregációs tüntetéssel, hanem ezzel az információval, amit az Elba Magyar Hírlap címlapjáról idéztem, hogy állítólag az Összödi kártya, amitől visszhangzik a sajtó, az Bajnai Gordon megsegítésére egy paktum Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon között Mesterházi Attila rovására. Ez a legújabb epizódja ennek a szagának. Hát igen, talán éppen ez a legjobb szó rá, hogy epizód, mert látható, hogy a 2014-es választásokra a kormányzati oldal, a Fidesz minden kártyát kijátszik, és az ellenfeleit minden vonatkozásban igyekszik lejáratni. Miért mondja, hogy a Fidesz? Én úgy látom, hogy ők azok, akik ezt generálják a hírekben, akár a megjelenési oldalakat, hogyha akár a Magyar Hírlapot, a Heti Választ, a Magyar Nemzetet látjuk. Nagyon nagy erőfeszítést tesznek azért, hogy elsősorban a saját disznóságaikat elfedjék, és a demokratikus koalíció éppen azért is kérlelhetetlen ellenzékként küzd azért, hogy a világ legnagyobb botrányát, azt, amit gyakorlatilag állami korrupció keretében elkövetett a Fidesz, itt a dohánypiac 500 milliárd forintos felosztását elfedő összes akciója az ilyen értelemben szerintem értelmetlen. Sokak szerint reális olvasata lehet a történteknek az, amit most mondott, ugyanakkor nem válasz arra, hogy mi a visszhangja párton belül például Szabó Bálintnak, akkor ő is egy fideszes beépített ember. Mégiscsak a saját emberük hozta ki a múlt héten ezt a valóban nem megalapozottnak tűnő hírt, hiszen nem mondott konkrétumokat, csak keresztneveket. A demokratikus koalíció több ezer tagjának van véleménye akár az ügyről. Ezek szerint már most elsősorban itt az Összödi helyzetről beszélek. Ennek a erről is megvan a saját vélemény, hiszen akkor, amikor ez elhangzott, akkor gyakorlatilag 8 méterre vagy 5 méterre ültem Gyurcsány Ferenctől, és én azt gondolom, hogy az igazság beszéde hangzott el, amit azért kell, és azért kell lehetetlen helyzetbe hozni, ezek szerint az ellenfeleinek, mert képtelenek szembenézni a valósággal. De itt ebben a szituációban, ami abból keletkezett, hogy újabb félinformációk jöttek ki, vagy mondott erről valaki valamit, azt hiszem, nem hogy valaki, ez pillanatilag árt egy... A DK képviselője mondta. Igen, ez ebben az állapotban a DK egy tagja volt az, aki ezt mondta. Nyilvánvalóan Gyurcsány Ferenc tudtával. Aki nem kért erről, nem kért ez ügyben tanácsot. Ebben biztos? Én azt gondolom, hogy igen. Kamikáze akció volt Gyurcsány Ferenc tudta nélkül? Tehát az, hogy az ő tudta nélkül, mert hiszen éppen az, amit ő mondott, hogy előtte is erről már ugye szó került. De az, hogy egyértelműen erről ő a saját feje után menve döntött arról, hogy ezt az interjút megteszi, és hivatkozik is arra, hogy ennek az ismeretnek a súlyát nehezen viselte. Én azt hiszem, hogy ez a súly együtt kell, hogy járjon olyan súlyos bizonyítékokkal is, amelyek mindennek a valóságát bebizonyítják. Ez a lényeg, amit most mondott, és mivel olyan súlyú történetről van szó, nem látnak, nem gondolkodnak súlyos következményekben esetleg Szabó Bálintra nézve, nem merült fel a kizárása, a tőle való teljes elhatárolódás, hiszen egy olyan mocsárba sodorja a pártot és Gyurcsány Ferencet, amely az önök szempontjából nemhogy nem előnyös, hanem rettenetesen káros. Kifejezetten káros, ami történik. Éppen ezért az elmúlt napokban is, és mondhatnám azt, hogy nagyon nagy figyelmet fordítunk erre az ügyre. A tagok közül számosan vetették fel ezt a következményt, hogy igenis etikai eljárást kell indítani. A jelen állapotban még azzal a türelemmel vagyunk, hogy talán ez a hét, ami alkalmat és lehetőséget ad arra a fiatalembernek és Bálintnak arra, hogy mindaz a bizonyíték, ami kezében van, azt a nyilvánosság elé tárja. Tehát önök számítanak még konkrét bizonyítékra, ami a Katalinok, Ferencek, Imréken túl valóban olyan perdöntő lehet, amelyről Gyurcsány Ferenc hónapok óta, évek óta beszél. Egy dologban egészen biztos vagyok, hogyha ilyen bizonyíték van, akkor azt megfontolás nélkül közzé kell tenni. Abban az esetben, hogyha nincs, akkor viszont azonnal etikai eljárást kell lefolytatni, mert mindez, ami történik, az nem csak a demokratikus koalíciónak árt, hanem a demokratikus ellenzék egészének árt, és ilyen értelemben. Mennyit adtak erre Szabó Bálintnak? Én azt gondolom, hogy ezen a héten, anélkül, hogy én külön beszéltem volna erről vele,
ez a hét az, ami én azt hiszem, hogy ez végére kell járni. Ezt tehát, hogy ilyen reális lélektani határnak ezt igen. a hetet. Tegnap volt egy nagyon fontos tüntetés, az Alkotmány Nem Játék csoport demonstrációt szervezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma elé a szegregációval, az iskolai szegregációval kapcsolatban, amely ugye sokan mondják, hogy mostantól nem csak spontán, hanem törvényes is lehet, hogyha ezt elfogadják. Ön is ott volt a pártja képviseletében, vagy magánemberként? Hát azt hiszem, hogy a Demokratikus Koalíció pártigazgatója magánemberként önmagában csak nem tud részt venni egy ilyen rendezvényen, természetesen. Képviselve mindazt, amit a Demokratikus Koalíció az elmúlt időszakban ebben a témában bármikor megfogalmazott. Igen, egyetértek a szónokokkal, akik elmondták, hogy a szegregáció ellen újra és újra fel kell lépni. És mindaz, amit a kormányzat most csinál, az törvényesít egy olyan helyzetet, amelyben jó és rossz szegregációt igyekeznek megkülönböztetni, miközben ilyen nincs. Ez fából vaskarika. Igenis, a kormányzatnak ennél sokkal súlyosabb feladata van, sokkal nagyobb felelőssége van ez ügyben, hogy fellépjen. Nem most a konkrét beszélők, de azért azok, akik a szegregáció ellen küzdenek, régóta mondják, hogy ez nem a jelenlegi kormány alatt kezdődött ez a probléma. Ez a korábbi 8 évnek és a korábbi rendszerváltás óta eltelt időszak kormányainak is a felelőssége, hogy ma ott tartunk, ahol tartunk. Hogy az olló csak nyílt, és hogy az iskola az nem csökkenti a különbségeket, hanem jelentősen növeli. Európában elsőként. Első helyen vagyunk ebben a problémában. Hát én azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a maga felelőssége, aki éppen hatalmi pozícióban van és döntéseket tud hozni, hogy milyen lépéseket tesz azért, hogy ez a helyzet megszűnjön, és ebben én a magam oldaláról, vagy az elmúlt kormányzati időszakból számos olyan elemet tudok felsorolni, amely éppen ez ellen szólt. Ha csak az Új Magyarország fejlesztési terv egyik kiemelt programját, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési programját említem, ami több mint 100 milliárd forintot kifejezetten arra fordított, hogy foglalkoztatás, lakhatás, az egészségügy azokban a térségekben, ahol a legtöbb érintett van, azok számára ez a helyzet megváltozzon. Miközben azt látjuk, hogy az európai elnökségünk óta eltelt két évben meglévő legfontosabb témában, e témában nem történt semmi Magyarországon. De esetleg törvénymódosítás a szegregált iskolák növelésére. Mégiscsak történni fog. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen.